Sziasztok, Andi vagyok! Itt is lennék egy újabb Robloxos pályával, ezúttal a The Nightmare Experience-et fogjuk kipróbálni, ami egy rémálom szimulátor lesz. Hát nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, remélem tényleg ijesztő lesz, egyébként grafikailag engem meggyőzött a pálya, amiket itt láthatunk képeket, úgyhogy én szerintem gyorsan rá is kattintanék itt a play re és akkor nézzük meg, hogy mennyire lesz ez ijesztő. Viszont még mielőtt még belekezdenénk a játékba, gyorsan azért szeretném nektek megmutatni, hogy októberben hol tudunk találkozni, ugyanis most eléggé sok rendezvény lesz, és nem szeretném, hogy lemaradjatok. Ugyan a Live livestreamben már mutattam nektek ezt a weboldalt, viszont úgy voltam vele, hogy biztos vannak olyanok, akik a Sims-es videókat nem nézik, úgyhogy itt a Robloxon belül is megmutatom gyorsan. Szombathelyen tudunk találkozni legelőször októberben, október 7-én az Agora Filmszínházba. Ez 8 nap múlva lesz, ami azt jelenti, hogy jövő hét szombaton lesz ugye ez a rendezvény. Hogyha esetleg még nincsen jegyetek, és szombathely közelén laktok, akkor mindenféleképpen szerezzétek be a videóstalálkozó.hu oldalon, ugyanis valószínűleg egy év múlva fogunk legközelebb oda ellátogatni. Természetesen nem csak velem tudsz találkozni nem sok más videósal is. Gyorsan itt rámegyek a részletekre, itt láthatjátok minden egyes résznél, ugye, hogy kik lesznek ott, szóval ahogy láthatjátok, azért leszünk páran. Aztán Salgó a következő úti célunk, ott október 14-én tudunk találkozni a József Attila művelődési központban. Aztán Dunai is ellátogatunk, október 22-én tudunk a Kultikban találkozni, és október 28-án Esztergomban is fellépünk, és hogy miért mondom azt, hogy fellépünk, ugye mi egy műsorral is készülünk, nem csak annyi van, hogy tudunk pacsizni, beszélgetni, aztán ennyi, hanem tényleg egy egyórás színpadi műsorral is készültünk nektek, úgyhogy ha esetleg még nem láttátok és érdekeltiteket, akkor várunk titeket nagyon-nagyon sok szeretettel ezekbe a városokba, meg természetesen majd a többibe is, ugyanis majdnem december végéig minden egyes hétvégén leszünk valahol, úgyhogy érdemes mostanában csekkolni a videóstalálkozó.hu oldalt. Nagyon sok pályát írtatok nekem, amit majd szeretnék kipróbálni, köszönöm szépen innen is, és hogyha szeretnétek nekem még több Robloxos pályát ajánlani, akkor ez alá a videó alá is írjátok meg nyugodtan. Na, hogy szerintetek melyikkel játszak még videóban. Na de akkor itt is vagyunk, és hát elkezdődött már a rémálom? Ez már itt maga a rémálom? Lehet ki kell vinnem a szemetet? Lehet, hogy ez a rémálom része. Mindegy körben nézünk, aztán meglátjuk. Roblox hírek, egy helyi sírású eltűnt, miután ufót látott. Lehetséges, hogy egy ufó támadás lesz ezen a pályán. Jött egy e-mailem, jó, akkor meg kell, hogy nézzük az e-mailjeinket. Végre megkaptam a feladatot. Körbe kell akkor nézni, hogy hol van itt a számítógép. Ez egy uh, garázs, hogyha jól látom egyébként. Nagyon-nagyon hasonlít a háznak a felépítése a fazmofóbiára, legalábbis szerintem hasonlít rá. Hét hey, testvér, nagyon szépen köszönöm, hogy vigyázol a házamra. És azon gondolkoztam, hogy uh, lehet, hogy írhatnénk neked egy e-mailt, beszélgethetnénk egy kicsit. Esetleg szeretnéd, hogy küldjek képeket az utazásomról, Edem? Küldjek képeket, Edem, nézzük meg. Ki kell takarítanom a fürdőszobát? Na jó, ezt tényleg kell szerintem egy rémálom lenni, hogy nekem itt takarítanom kell. <laughs> hogyan takarítom én ezt itt ki? Itt egy kacsa. Kvak, kwak kvak, kwak <laughs> De tényleg hogy mivel kellene nekem itt takarítanom? Gondolom nem a szájvízzel, a vécét kellene itt takarítanom? Bár most ráültem a vécére? Vagy mi történik? Jaj, én azt hittem ezekre a víztócsákra. <laughs> hogy valami stílusos szőnyeg. De nem, ezek víztócsák. És a WC-ből jött ki ez a rengeteg víz. Lehet, hogy itt van a szellem, csak nem látszik a tükörképe. Vak, vak, jó, megint megsimogattuk a gumikacsát, és akkor, ha minden igaz, akkor kaptunk egy újabb e úgyhogy meg kellene néznünk, hogy mit írt nekünk, Edem. Egyedül vagy? Igen, nem. Nem vagyok egyedül, itt van velem a gumikacsa. Hiszek abban, hogy, hogy ez a gumikacsa, az megvéd engem mindentől. És mondom, ki kell vinnem a szemetet, ráéreztem, amikor megláttam ezt a kukát, hogy... Ki kell, hogy vigye minden a szemetet, jó? Ez tényleg egy rémálom szimulátor, eddig csak takarítottam. Most ezt nem kell magammal vinnem? Ez, ez, ez így mi? Ki ilyet, hogy kiszedi a kukázsákot és rárakja a kuka tetejére? Ez így miért jó? Érdekesen takarítok. Viszont megint válaszolnunk kell az e-mailre, és most elsőre megtaláltam a szobát. Hazudsz? Én soha, de hogy hazudok. Nem akarom, hogy ide gyere. Jó, most a hálószobát kell kitakarítanunk, viszont uh, úgy látszik, ez nem a hálószoba. Na nézd, meg valaki hagyta a büdös zokniát. Ez, uh, hát szerintem, vagy egy nagyon furcsa póló, vagy egy nagyon hosszú szárú nadrág. Kis macit is felveszünk, hát így most már tényleg hatalmas társaságban vagyunk. Tehát, hogy van itt egy gumikacsa és egy medve is. El kell fognunk a patkányt lent a pincében. Szia, potkány! Hú, se mekkora ez a potkány? Hova lett? Ah! Jött megint egy e-mailem, de jó! Na jó, ez megijesztett. Pedig amúgy annyira nem volt ijesztő, de azért na, értitek. És lefotózott valaki, miközben itt ülök a számítógép előtt. Ez amúgy para. Ki tudsz jönni? Nem, a patkányt kiküldöm. De amúgy most ezt a patkányt ide raktam. Patkány, mencs meg! Nézd meg, megint ott van egy fotó rólunk. Megint küldtek egy szép e-mailt. És most mi a feladatom? Ez a konyhában lett lefotózva. Amúgy nem is vagyok ilyen kopasz. Miért nem tudok innen fölállni? Na jó, a patkányommal együtt megyek ki a konyhába. Megverlek. Bejött az ablakon keresztül. Bedobta a téglát. Az én nevemmel? Hát ezt hogy fogom megmagyarázni? El kell bújnom az ágy alá. Gyere patkány! Bújjunk el az ágy alá. <laughs> Jó, elbújunk. Remélem még időben. Ez para? Ki csinál amúgy ilyet, hogy ráírja egy téglára valakinek a nevét? Ott van. És a kilóg a patkány farka, emiatt fogok lebukni? Lehet inkább el kéne raknom a patkányomat. Ez nem volt egy okos ötlet. Jó, jött megint egy jó e-mail. Tesó, az egyik szomszéd azt mondta, hogy láttak valakit, aki be akar törni, azonnal ki kell onnan jönnöd? Yes, igen, szerintem is. Mi van, hogyha amúgy ezt ugyanaz az ember küldte, és így akar engem kicsalogatni? Tudja, hogy ez lesz amúgy. Nem baj, majd a patkánya jó leverem. Hát, bocsi tesó, de a szemetet itt hagyom. Ne, valahol meg kell keresnem a kulcsot. Hol lehet a kulcs? Ez egy nagyon jó kérdés. Amúgy ezzel a kocsival nem tudnék itt kihajtani? Lehet egyszerűbb lenne. Ó, és most ezeket ki kell megnyitogatnom? Jaj, de megijesztett a patkány. Azt hittem, hogy itt megjelent mellettem ez a sötét alak. Hamarabb fogok megijedni amúgy ettől a patkánytól. Hát ebbe a szobában nem volt. Itt már néztem nem akarok oda lemenni. Lehet itt a konyhában van valahol? Ó, várjál, ezeket is szépen ki lehet nyitogatni, bár miért tartaná bárkit a kulcsot a konyha szekrényben? De azért megnéztük. Lehet a mikróban van. Nem, a mikrót nem lehet a hűtőbe. Amúgy velem már egyszer előfordult, hogy mondjuk a cipőmet beraktam a hűtőbe. <laughs> ne kérdezzétek. Amúgy mellette volt a cipő szekrény is azért. <laughs> szóval amúgy ezek ilyen simán előforduló dolgok. Gumikacsot te nem jössz velem? Meg akarlak téged is menteni, ez egy veszélyes terep. Ó, te hol van az a hülye kulcs? Suti az utolsóba lesz. Ki is mehetnék amúgy itt a betört ablakon? Ha okos lennék és tényleg menekülni akarnék innen. Va! Ez a patkány már megint a frászoszta hogy átbakolt. De hol nem jártam még? Hát már körbejártam az egész házat. És hányszor mehettem már el a kulcs mellett? meg biztos hogy már fogjátok a fejeteket. Tuti biztos, hogy már látszódott a videóban valahol, hogy hol van a kulcs. Ott van! A konyha szekrénybe volt! Akkor kinyitjuk. Nem, nem ezt nyitja. Ö, volt itt egy szív, esetleg azt megpróbálhatnánk kinyitni, de ez se lehet, akkor viszont lent. A pincébe is volt egy ajtó. És természetesen ezt nyitja ki, mert mi más nyit ki. Ah! Ez nem igazi. Egy rémálomban van. Fel kell valahogy kelned. Ó, oh, azt a mindenit, azok a szemek ott kint! Jó, valahogy akkor fel kell, hogy keltsem magamat. Patkány, segítesz nekem felkelni? Nem akarom ezeket a csúnya szemeket nézegetni. És most nem segít a játék amúgy, hogy mit kellene csinálnom. Egy jó fürdőt kellene vennem a kacsával. Meg a patkányommal. Hát de tényleg, hogy keltsem föl magamat? Mert ott arra felemutatja, hogy ott van a feladat. Lehet erre kell jönnöm? Megint? Hát de szerintem nem. Hol vagyok? Hát ez egy igazán érdekes rémálom, ugyanis most konkrétan a boldog húsgyárhoz kerültem. Van nálam egy vödör, egy vasvilla és egy spatula, vagy nem tudom egyébként, hogy ez micsoda. Egy ilyen kapirgálós cucc, amivel ki tudom szedni a gyomokat a földből, szerintem. Ez az lehet. Illetve van itt egy ilyen kamionos bolt, ahol nincsenek kamionok, de nem baj. Kezdem azt érezni, hogy ez az egész rémálom, ez arról szól, hogy egy nagyon gagyi Roblox szimulációs pályára kerülök, mármint ez a része, amiről most itt beszélek, mert nekem ez egy kicsit olyan. Azt mondják az emberek, hogy a vulkánhoz kell menni ahhoz, hogy innen ki tudja kerülni. Hát egyébként ez tényleg egy rémálom, ez nagyon-nagyon gagyinak néz ki, és vannak tényleg ennyire gagyi Robloxos pályák. Uh, van itt egyébként egy issáló is. <laughs> Két percenként esznek az állatok, bármit megesznek, ami közel van hozzájuk, hogyha nincsen a közelükben viszont semmilyen termény, akkor éhezni fognak. És ahhoz, hogy életben tudjuk őket tartani, ahhoz uh, ugye fel kell őket növeszteni. Hát ezek nagyon-nagyon csúnya csirkék. Tudok venni amúgy magamnak egyet? Akarok magamnak egy ilyen csúnya csirkét, de sajnos nem tudok. Hát mondjuk onnan lenne pénzem? Tehát, hogy most kerültem ide, és amúgy nem értem. Put crops to sell. Gardening shop. Lehet, hogy amúgy én itt tényleg el tudnék kezdeni kertészkedni, hogyha akarnék. Csak nem. Azért az úgy nagyon furcsán néz neki. Ezek a Minecraftos fák is. Na jó, menjünk a vulkához. Azt mondta, hogy oda kell elmennem, hogyha szeretnék kijutni ebből a rémálomból. És hát, hogy az őszintét megmondjam, ez a pálya, Rész. ez a farmos pálya rész, ez nem győzött meg arról, hogy én itt nagyon farmozgatni akarjak. Tényleg borzasztóan néz ki. Főleg, hogy futok itt a kis vasvillámmal, mint egy őrült. Nagyon hülyen nézhetek ki kívülről. Sajnos egyébként ezt a játékot csak belső nézetből lehet játszani, pedig megnézném. De ez tényleg egy rémálom, hogyha nekem odáig el kell sétálnom. Kicsit azért félek. És még mennyi idő lesz, mert odaérek? Ó, oh, jaj. Innen jön a víz, a vulkán... A vulkán jön a víz. Ez lehet nem is víz, de víz. Miért van víz a vulkán belsejében? Wow, ilyen nagy gombák is vannak, mondom, tiszta Minecraft. <laughs> Sokat inspirálódtak szerintem belőle. De aztán lehet, hogy ezek csak nagyon rossz ízű nyalókák. Végül is az is passzolna egy rémálomhoz. És itt van egy kis házikó. Aludnom kell. Ez ugyanaz a szoba, ahol az e-maileket kaptam. Jó, próbáljunk meg aludni ebben az ágyban egy jót. Nem tudok aludni? Miért nem tudok aludni? És haza kerültem. Ez egy álom, hamarosan fel fogsz kelni, remélem. Őszintén remélem, yes, 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 vagy no. Egyikre se tudok nyomni. Na jó, körbenézek, hát ha esetleg változott itt valami a csodálatos házunkba. Hát a potkányom az nincsen itt, viszont a szemetet valaki kivitte helyettem. Tehát, hogy ez már én azt mondom, hogy ez egy, ez egy jó dolog, viszont nem nagyon látok itt semmilyen feladatot. Egyre sötétebb a kép. Ujjaj! Ez mondjuk azért egy para? Micsoda? Kirúgtak innen, több álomban is részt vettem, és ez a pálya vége? Ez egy nagyon furcsa pálya volt. Nem is tudom hova tenni ezt az egészet. Minden esetre nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, remélem jól éreztétek magatokat, és ne lepődjetek meg, hogyha kipróbáljátok ezt a pályát, hogyha így végződik. Lehet, hogy úgy van egy jó endingje is, és én egy rosszat értem el, nem tudom, de kipróbáltuk akkor ezt is, és szerintem a következő akkor ez a breaking story lesz, de hogyha tudtok nekem még ajánlani esetleg valami mást, akkor nyugodtan írjátok meg lent a komment szekcióba. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, Andi voltam, sziasztok!